Szervuszok! Csinálok egy gyors videót, mert nagyon sokan kérdeztétek tőlem, mind a videó kommenteken keresztül, mint pedig a, a priviben, hogy sokan érzitek azt, hogy nagyon érzékenyek vagytok, irritáltak vagytok, tudod, itt fáj, ott fáj, ott fáj. És ezt én teljesen értem, mert én átmentem ezen, és az érzékenységnek két oka van két fő oka van, és minden ok alatt akkor ott vannak a, az alsabok. Az egyik oka, az első oka, az egy karmikus ok. Mikor mi érzékenyek vagyunk valamire, a karma szerint az azért van, mert mi réges-réges régen érzéketlenek voltunk ugyanarra. Na most emlékeztek, hogy én mindig mondom, hogy gyorsan akartok gyógyulni, akkor nem a szimptomát kell össze-vissza rágni, hanem megnézni, hogy mi a és annak az ellenpólusában van a vizsgálandó, való. Érzékeny vagy? Oké. Okay. Mi, mi az, ami benned érzéketlen és gyógyulatlan? Na most azt hiszem, hogy ezzel már beindult a kerék. Tudod, mikor valakit elküldtünk a halál oda? A. a Beszóltunk, letahóztuk, megbántottuk, érzéketlenek voltunk, akkor erre egy karmikus, ilyen visszavágó, vagy egy ilyen emlékeztető az, hogy, hát, figyelj, itt még van egy kis megoldani való. Jó, ez a lényeg, hogyha meg tudjátok a szavaitokat, meg az érzelmeket figyelni, azt ki tudjátok fejezni, akkor annak az ellentólusa a megvizsgálandó való. Ez egy ilyen detektív trükk több évbe telt nekem is, míg rájöttem, hogy nem a döglött lovat kell csépelni, hanem megnézni, hogy mi van annak az érmének a másik oldalán, amit az ego ugye bújtat. Jó? Tehát az érzéketlenségünknek ez egy úgynevezett emlékeztető, hogy gyógyítsuk meg, engedjük el a karmát. Karma akkor engedődik el, amikor meggyógyítjuk és megbocsájtunk magunknak egy bizonyos módbeli tettért. A másik nagyon fontos az aspektusa ennek a érzékenységnek az az, hogy az eredeti öt érzékszervvel, amivel rendelkeztünk, ez a látás, hallás, szaglás, a ízlelés, és akkor ugye van a, az érintés, ez az öt érzékszerv, ez ahogy emelkedünk, megy át 360-ba. Most ezt képzeld el, 5-ből 360 érzékszervet, vagy érzékelő készséget kapunk. Ez arról is fog szólni, hogy ha három ház tömbnyivel valaki lejt egy gombostűt, azt mi meg fogjuk hallani. Az emelkedett ember az telepatikus lesz. A nem kell beszélni, tudunk gondolatot olvasni, és amit így éreztek ilyen érzékenységet, az azért van, mert egyszer ott van a régi karma, amit fel lehet oldani integrációval, és akkor ott van az új bejövő, már integrálásban lévő, úgynevezett magasabb énünk, és annak a velejáró kiterjesztett érzékenysége. Azért csinálják az égiek ezeket ilyen gyereklépésekben, hogy megmentsenek, vagy megvédjenek, megóvjanak minket az ezzel járó traumáktól. De ahogy mondtam ezt is nektek, hogy ha tudod, hogy ez mihez vezet, akkor nincs igazán semmi félelem, csak az van, hogy kis kényelmetlenséggel jár. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érzékeny vagyok, voltam, és nagyon-nagyon jó a hallásom, nagyon-nagyon finom a hallok. Tehát én, úgy szoktam viccelődni, hogy én meghalom a pókot a subán menni. És a mai napig, a, mikor kirándulunk, ugye napi szinten, hogy leföldeljem magam, és hogy, hogy behozzam magam így, így a középpontba, mérföldekről hallok embereket beszélni. Mérföldekről. Nem a legjobb érzés, ez egyre természetesebbé fog válni, tehát egyre normálisabbá fog válni, tehát akkor már nem ez a a fájdalom érzésén, hanem mint egy tehetség, hogy igen, ez mi vagyunk, ez az új ember, ahogy mondtam, a Humán 20 ás verzió, aki kitakarította az elméjét, és nagyon-nagyon nagy erővel és a tehetséggel bír. Nekünk még van egy olyan ulival, nekem még van egy olyan érdekes új tehetség, adottság, nem tudom minek nevezni, hogy eszméletlen messziről megérezzük az emberek szagát. De úgy, hogy 30-40 méterről. De olyan, olyan erős, meg mondani, hogy mi tevet. Nem mondom, hogy jó, mert én amúgy is érzékem ilyen dolgokra, csak mondom, hogy ez most a, a törzsfejlődésünknek, az emelkedésünknek egy része. Jó? Hogy gyorsan összefoglalom, mielőtt lezárom ezt a videót, az érzékenység egyik oldala az, hogy érzéketlenül viselkedtünk a múltban. Ezt úgy tudjátok gyorsan feloldani, hogy elgondolkoztok rajta, leírjátok azt, hogy hol és hol és hol viselkedtem érzéketlenül, akkor arra csináltak egy ilyen megbocsájtási technikát, és megkéritek a teremtőt vagy az univerzumot, hogy segítsen elengedni ezt. És utána egy pár nap múlva már érzed, hogy sokkal jobban vagy. És akkor a másik, amivel olyan sokat nem tudsz csinálni, annyi tudsz csinálni, hogy elfogadod, az meg az, hogy jön felénk, belénk le a magasról az, az égi áldás, ez az, az új ember, az új emberiségnek egy kiterjesztett érzékelési képessége, amikor öt régi érzés, vagy ilyen, ilyen érzékelésből átmegyünk 360-ba. Tehát ki adva a feladat, de ez van valahol tök jó, aki ezt be tudja vállalni, és tudja, hogy ez van, az nagyon jól fogja érezni magát, aki meg ellenáll, annak meg fájni fog. Tehát, tudod. Jó van gyerekek, köszi szépen, ezt mint egy ilyen emergency videóként csináltam, hogy tudjátok, hogy minden oké, okay, és mindenre van megoldás. Oké, okay. szávasszatok!